Ez a látványos csapatjáték részben a focira, részben a tollaslabdára és a röplabdára emlékeztet. De valójában egyik sem igazán. A játék célja, hogy a speciális tollból készült labda a háló felett úgy kerüljen át az ellenfél térfelére, hogy az ne tudja visszajuttatni. A labda a kezek kivételével igazából minden testrésszel érinthető, de elsősorban lábbal játsszák. A láptólabda azért egy jó sportág, mert mindenki tudja játszani. Nem kell hozzá semmi más, csak egy láptólabda, egy nagyon egyszerű kis labda is már is lehet a láptólabdát űzni, játszani. Nagyon sok mindent fejleszt a láptólabda, gyorsaságot, koncentrációt, szóval egy elég jó sport, és bárki tudja ezt játszani. A több mint 1000 éves sportág Kínából került át Európába a 90-es években. Magyarországon 1993-ban volt az első láptollabda verseny. A Tápió Bicskei csapat láptollas labdában az élen jár. Az egyik civil szervezet aktivistája találta ki Tápió Bicskén, hogy ezt a készségfejlesztő sportot a délvidék magyar rakta kis településeinek iskoláiban is népszerűsítsék. Az lenne jó, hogy nem a számítógép előtt tűnnének, hanem az egészséges sportot vállalnák. Hát az én fiam is világbajnok, igaz, hogy teljesen más sportban is látom, hogy mit jelent a sport a gyerekeknek szellemileg minden, hogy neveli őket, egy szellemi tőke szerintem a sport is. Az Entagonarasi Általános Iskola tanulói teljesen lekötötte ez a furcsa labdajáték. Ehhez hasonlót még nem láttak eddig, de egyből elnyerte a tetszésüket. Én focira is járok, ugye, és akkor ez úgy kicsit már könnyebb. Kosarazok. Nekem egy kis érdekes most az nehezebbnál. Ugye nem sokat focizok. Nem csak a diákok, hanem a tanárok is nagyon lelkesek voltak, és jól érezték magukat. Ez a mozgás, ez a legfontosabb, hogy az ember egy kicsit meghúzgálja az izmait, megnyújtogassa. Nagyon jó, igen. Nagyon jó ötlet, mivel hogy kevés lehetőségük van sportolni a mi gyerekeinknek. A focistáinkat is nagyon sokat beholdják topolyára, mert ugye nincs lehetőség az edzése. Viszont ez tényleg kevés befektetéssel egy nagyon-nagyon ötletes kis játék, amivel el tudják foglalni magukat, akár a szünetekben is, és kialakulhat belőle úgy esetleg valami komolyabb is. A magyar csapat nem titkolta, hogy elsősorban az utánpótlás miatt népszerűsítik a sportot a délvidéki magyar közösségekben. Ki tudja, lehet, hogy pont itt Gunarason vagy a környékbeli falvakban rejtőznek a jövő láptól labda csillagai.